Sziasztok srácok, úgy hívjuk lányok a csatornámon, húhognak a háttérben, és ez a Betrayal játék az áruló. Nem tudok a játékról semmit igazából, de lássuk, új kalandindítás. Biztos, hogy ezt szeretnéd jelenteni? Minden előadás elveszik, hát egyértelmű. Egyébként a játék eléggé ilyen fekete színű lenne, de belenyúltam. És elő, hopp! Annyira léptem vissza, hogy a függőleges szinkron beállítottam, mert elég érdekes volt az ucli. Hát ez valami hajótörés. Ottan egy hajó. Az meg röccs. És kiúsztunk, és ezeket kaptuk. Milyen csili vidi pili fili mili mini fini. 23 érme. Mi? Hidi! Na lehet, hogy belassítom majd a videót, hogy lássuk, hogy mivel szabdalkozik a Joe. Én is annyira gyors, mint a kibabaszott ninja. Egy kis píz. Píz, píz! Külső belső nélkül nincsen. Zoomolni tudom. Micsoda? Nyomok. Személyek, feljegyzések, nyomozások, letter! Fegyverek, talizmánok, összes. Úristen. Ez mi? Nem néz ki rosszul, na most egyébként így nézne ki a játék, hogyha kikapcsolnám a... Nincs. Ez itt nem lehet, csak a menüből. Jó. Új a szél, nem tűnik rossznak, amúgy ilyen tök fekete lenne a grafika, de én rányomtam. A szintelítettség le volt húzva teljesen. Hello. Elég halkak vagyunk. Elég nem, csak egy kis píz. Ezt tetszik ez a játék. Píz, píz! Abból sosem elég, hát ahogy nézem, FPS nézetben nyomjuk. Nem tudom, hogy van-e bármilyen más megoldás. Hello? Ez mi volt? A piros íjász? Fogalmam sincs ki, vagy mit keresel itt, de fordulj vissza, különben csapdába esel itt, mint én. Te is csapdába esel itt, mint én. Na, hol frissítve? Feljegyzések, N. Különben te is csapdába esel, hát ez ugyanaz. Oké, és így is minden információt megtaláltál, tárgyal, nagyon jó. Nagyon jó! Eddig a gyönyörű erdőben gyönyörködhetünk. Nem néz ki rosszul a játék azzal együtt, ott is egy ládicskó. Random ládák vannak eldobálva mindenhol, ez a píz-píz küldetés. Ez a csillogás viszont nagyon csúnya. És szerintem azért van rajta ez a csillogás, mert előtt fekete fejérnek kéne lenni a játéknak no szín nélkül. De én így indítottam el, srácok. Később meglátjuk, hogy jól döntöttem, vagy nem, ez mi ez? Ó, hülye vagy. Néhány kivételes minőség és felmecsőtlen értékű tárgyat a birtokodba, jó személyiségem zálogként felállnak önnek ingyen egy íjat abban a reményben, hogy idővel túlélőként rendszeres webőm lesz. A nyilván szőkhöz is ingyen hozzájuthat, természetesen csak korlátozott ideig. Vigyázzon, a páncélos ellenfelekről időnként visszapattanhat, ezért mindig legyen magánál elegendő, és kilövések után ne felejtse el újra felszedni. Magánál bízom, hogy becsületesen fizet az áruért, amely vásárolni kíván tisztelettel. John Hove, kereskedő. Szóval is martuk a cuccot. A kecsesség durva talizmánya. Az illető durva talizmánya. Hosszú nyilvessző. Ócska hosszúi. Hosszúi tegez. De várjam el. Le kell mennem, vagy mi? Kecsesség életedől. Ja, hogy nincs elegendő pénzem? Oké, akkor ez valami más ellenség bigyul, ami.
Elő. Menj már! Hát ez mi ez? Mivel az egészség igen fontos számomra, a pénzügyileg és érzelmi is, úgy érzem figyelmeztetem kell arra, hogy az ellenséggel akkor végezhet legkönnyebben, ha váratlanul támadja meg őket, mivel dühük csak erősebbé teszi őket. Fejlővések mellett még súlyosabb sérüléseket okoznak, mintha hátat vagy végtagokat találná el. Rá mindig számíthat. A halálos eszközöket keresztem, és ez a Joe Ho kereskedő. Ez nagyon unatkozhat ez a kereskedő. Hogy mindig megtalál. Hát én elvileg erre lőttem rá. Aha. Szóval pattant el? Most szivatsz? Ezt sosem tudjuk meg, hogy merre miért tűnt el. Érdekes a nyilván fizika sajna. Bajna. Mondhatnám azt is, hogy furi, hogy izélnek a bokorok. Mozognak, mint valami alien bokor. Hello. Hülye vagy? Nem lőtt. Menj már a picsába! Bugi, bugi! Fordulj, fordulj! Gyere már! Csak hát... Kifordult a keze, vagy mi van? És elvesztettem az íjakat? Nem el. Wow, öcsi! Vigyázzál magad, mert előleg tudom, csak sem. Ó, oh, passz meg! Három óra, mire újra töltöm a fegyvert, ez gáz. Te, ócska sem! Csak azért nem lövök rád, mert... 9 lőszerem van. Csili bili mili. Minden kincses láda felfedezve. Érdekes tutoriáló. Elő. A legyőzött ellenfelétől megszerzett fegyverek általában gyenge minőségűek, törékenyebbek és nehezebbek is használtak, mint amilyenekre vált. Láttam 9 fegyverek fürgében nagyobb sebzést okoznak. Ez nagyon nyilatkozik ez a kereskedő, hallom. Hát eddig érdekes. A nyíl egy kicsit fura. A lövöldözés az nem volt annyira rossz, mert még nem találtam el senkit. Az ellenfelek mozgás és egy kicsit bugol a téma, de eddig nem rossz. Végül is egy játéknak jó. A magyar felület mindenki a kárpottól gyerekek. Víz. Dobófejsze, hülye vagy. Hé? De várjál már. Azért. Dobófejsze, szájba tudom menni. Bocsánatot kérem, amiért nem említettem, hogy az ellenség mozgás közben könnyebben észrevesz téged. A gugasz lényegesen nehezebben vesznek észre, és halkan is mozoghat. Fordítsd a szelet a javadra, kuvallatok elfedik a lépteid zaját, és könnyebben támadhatsz ellenfelére hátulra, anélkül, hogy felkelted a figyelmüket. Oké. Szia, guggolás! Sajnos lábunk az nincs. Jó, most az új szél. Úgy lelövöm, mint a szart, figyel. És jöttem hozzá valaki egy bajtát. Nem el! Hát bugoltál! Anyádat! Pillanat! Elnézést! Váltott a tárgyát! Ócskos állat! Hogy szájba vágtam a baltát? Ah, visszakaptam a baltát is. Ócskos állat! Kár, nem lehet velük semmit csinálni igazából. Mert nincsen kezem. Már a kúval vág külön. Azt mondja, a személyek.
A lánya vörös ruhában, igen, ölötte az, ölött az íja. John Ho és lány. Egy vörös köpenyes lány jelent meg a parton, a vezető ösvényen, és egy nyilvesszőt kötözött üzenetet hagyott nekem. Nyilvesszőt kötözött üzenetet hagyott nekem. Minden láda főzé. Igen, parti ösvény. Nyomozása. Jó, hát itt tartunk a vörös köpenyes lánynál. Oké. Oké. Hát ez nem egy gyors levetű a fegyver. És az életemet sem látom, hogy hol állok. Igazából. Mennyire nagy ez a hely? Bármerre indulhatok? Ott van egy bázis. Bázisó? Jövök. És itt GTS pucérfalú jelleggel van. Ez milyen lesz van? Térkép. Apukém! Eltemetett kincsek. Totemek, nyomok, feljegyzések, ládák. Ugye vagy? Graveyard? Ez temető, nem a graves. Fú, apám! Van itt hova menni. Ez egy nagy területes szituáció. Csak meg kell szokni a dolgokat. A tanács több tagja sem támogatja a békekötést a barbárokkal, de azt hiszem sikerült meggyőznöm őket a szükségességéről, mert nem feltételezhetjük, hogy Sir Christopher összeállít egy utánpótlás szállító flottán megfelelő időben, és elér minket Angliából, mielőtt egyáltalán nem lesz rá szükségünk. Segítség nélkül még tavasz előtt éhen halunk. És itt hosszú a mondat, ne? Ne? Próbáltam normális hangsúlyozni, de lehet, hogy sületlenség van. Jó, hát ezek ilyen akarnak halni nekem, be kéne, de mennem felzabálnak. Mi mondjak ki? Vigyázz önmagadra! Nem félek azt lelni. Az mi? Nem jó, jó lesz. Harry erőt helyszín feloldó. Gyors utazás, M. Mit lehet vásárolni a csávonát? Kedves uram, hölgyem, remélem az én, amit átadtam, jól szolgál, de arra szeretném kérni, hogy tekintse meg minőségű áraimat. Pénzt elfordulok, de cseréből sem riadok meg, cserétől sem riadok meg. Időnként tegyem vissza hozzá, hogy az olyan a leszerzett áraimat is megtekintesi üdvözlően a John Ho. Nincs oda muskéta, beszarsz. Átlagos hosszúi, ócska hosszúi. Állag, hogy mi a különbség? 5-5-ös semzés. Ilyat tudok lenni, nem veheted fel. Milyen ez pisztoly golyó? Nem is jó, egy pisztoly golyó. Hol van, ahogy mennyi a pénzem? Hol van, mennyi a píz? Píz? Van egy durva pisztolyom, egy töröt hosszú ég. Ez törött hosszú éj. Hát ott beverek, hogy beszarol. Úgy gyerekek. Ehhez még idő kell, ezek az a dolgok. Hello? Ezt fognak az emberek. Igen, ilyen furcsa lényeket láttam csak. Ugyan az alak emberének tűnik, azonban csak hamuból és parázsból épül föl. A hamu figurá. Nem menet tűnő alakul, de hamuból, parázsból. Itt az érdekes. Mert nem kellett volna, de muszáj volt. Ez biztos egy kés lenne, annyira gyors, hogy nem látni, hogy mivel vágok. Fogjunk szerint, hogy spanyolok azokat az repüléseket akarják elpusztítani, amelyek partizán akciókhoz használhatóak, kényszállító flottájuk ellen, és bizonyára minket is célba vesznek ismét. Erősítésre van szükségünk, ha vissza akarjuk verni a további támadásokat. Szóval spanyolok az elköket.
Egy visszamaradva bármikor ihatsz, ha a helyre akarod állítani az érkezőt, ne felejts el megtölteni nyitott hordoknál. Ne felejts el megtölteni nyitott hordoknál. Visszamaradva. Embereknek van Nuku Zero? Mi folyik itt? Nem tudom, hol vagyok on. Hatalasság durva talizmánja. Mik ezek a talizmán cuccok? Na majd varázsolni is lehet, meg minden. Ott is egy faszi. Hello? Még egy hamolak. Nem mondod? Pif. Hát, hogy nem kéne szétvenni, nem? Hát, hogy túlélnél. Na, ez a tipikus eset annak, amikor... Ez mi? Úgy tűnik itt elástak valamit, de... A talajon túl kemény az, hogy puszta kézzel kiáshasd. Oké. Egy harang! Egy díszes harang úgy tűnik jó állapotban, ma van összenek. Visszaakasztható oda, ahol eredetileg lógott. Aztán, asti-maszti! Vigyük vissza! Az jó lesz nekünk. Nem jelen. Elé! Egy újabb hamulnak. Mik lehetnek ezek? Hát már én sem tudom. Sírok? Na mindjárt sírok. Na ezt így folytatódik tovább, mindjárt sírni fogok. Az indián király, akit törzsvelőnek hívnak, elégedett volt az ajándékul kapott eszközökkel és a csecsebetségkel, cserébe pedig hatalmas mennyiségű kukoricát és medvehúst kapunk, amely kitűnő étel. Wow! Ment itt a biznisz, amíg nem ment a többség hamuvá. Cink. Mi ez? Hordó? Mi? Mi? Jó, nem. Ha nem, hát nem. Sajnos kamuházakban nem tudunk bevenni, én úgy veszem észre. A kormányzó azt állapította meg, hogy egyetlen felesleges emberünk sincs, akit helyi erőthöz küldhetnénk, mert az őslakosok folyamatosan zaklattak minket, ugyanis valamilyen ismeretlen oknál fogva ellenségessé váltak velünk szemben. Ez őslakos lenne, de hát páncélban őslakos, ne vicceljön már. Ez mi? Maga hordolná, hogy töltöm maga kulacsomat? Várjátok már, nézzem el valami inventory. Mi az a hang? Harang, igen, személyek. Aha, itt még nem láttuk, akkor a csaj az egy másik. Emlékeztetők, indián király, jó, hát ezek amiket elolvasgattunk. És a lánya vörös ruhában tartunk még minden, mindig itt. Aha, itt van a kulacsos téma. Ha egy hordóból iszol, jelenti az erődet és betöltő a víztömlődet, ha van nálad ilyen. Szétiszom... Ó, oh, menj már! Menj el! Menj el! Fángli vagy izé? Kömös kanál? Ismeretű kömös kanál, ami kemény föld felintesen. Jaj, de trükkívű ki volt. Hát tudom, mit kell tennem. Mindentől kezdve. Visszamenni a végébe. És kiásni az a talajos téma. Itt van. Megvizsgál, oké. Na, ez az hogy? Na, ne szívessel. Hatalmasan durva talizmánja. Minek a talizmán? Nem is értem. Nyomok, köves, panel. Na jó van. Értem, én csak föl nem foghatom. Fölvettem a köves panelot. Na csak a pisztoly köszi elő. Ne szívass el, mert menni! Mit a szülye?
És az ön is... Most én vagyok a hülye, vagy én biztos én vagyok a hülye? Jó, nincs majd a se jobb gomb, se semmi. Azt mondta, hogy nincs nálam semmi más. Hát most vettem föl, ne elszívassam már be! Hát beszarok. De komolyan. Hello. Indián nyilvánosszak, amiket nagyon veszélyesen egy őrszem fejének szántak. Ó, de fincsi. Nincs itt senki. Gyerekek, nem tudom kiesni ezt a valamit. Pedig felszedtem. Valami hiba van a rendszerben. Bugi, mugi. Tudom, ezek az ászló. De gáz az. Ez mi? Harang. Ó, elrejtettem harangot. Ó! Nyugodjál meg, öcsém. Így gyorsan, összeszartam a bakámat. Igen, eredetileg ilyen színű lenne a játék, kiásás. Egy szemgolyó! Fúj! Csecsek! Úgy tűnik elástik, de valami, de túl kövesen azt, hogy jó, de bakker, hát van nálam. Azt, hogy... Hát ezt nem fogom tudni kiásni, gyerekek. Valami miatt F kiás. Egy fül! Menj már! Úgy tudik, olyan hangokat vett fel, amit korábban nem hallom. Jaj, hogy ez bekerül a talizmámba, a fül meg a szem meg ezek? Fúj, öcsém. Fúj, de fúj! Nyelv! Jelsen megkosodott nyelv, természetesen. Nehéz és meleg. Fúj! Úgy tűnik a lehetővé teszi a kapcsolatot is azokkal, akik korábban nem volt lehetség. Úgy tűnik, hogy nem tudom kiásni. Az kitűnik. Az hiába ütöm. Ezekre nincs megoldás, úgy látom. Ez a vásárló vagyok. Tudjuk még egy kis vizet. Ennek örömére. Erre nincsen semmi a dugó. Nincs. És visszakongatom. Már többször el lehet játszani. Pongi, bongi! Bongi, de bongi! Ez zavar engem, hogy ezt nem bírom kiásni. Ah, mindegy. Pedig felvettem a lapátot, csak mutatja is, hogy felvettem a lapátot, és sem. Hol van Márta? Kicsoda Márta? A feleségem. Ki vagy te? A nevem William Esgro, kapitány. Hol láttad őt utoljára? Egy domboldalon egymás mellett ültünk, a kezét fogtam és a fiunkról beszélgettünk. Megkeresem őket nekem. Oh, hello, Csajszi. Hello. Te vagy Kiroska? Lehetek a farkas? Egy William Esgro nevű kísértethez beszéltem. Ne haragudj, hogy akartakodok, de kihez beszélsz? A sötétben jelent meg, mikor megmondottam arra magad, és nyomva eszett, mikor a napfény visszatér. A sötétben hogyan lehetséges ez? A napfény tapottat sem mozdult az égbolton, biztos vagy abban, amit láttál. Addig nem láttam, amíg rá nem bukkantam erre a furcsa szemgolyóra, fúj! Ez egy ilyen nyugtalanító felfedezés, és úgy egyáltalán különös ehhez hasonlót felvenni. Magam sem tudtam először, hogy micsoda, úgy gondolom még jól jöhet. Jó magam nyelvet sokkal nyugtalanítónak tartom. Remélem azért nem nyaltad meg! Fúj! A kísérletet azonban be kell vallanom, hogy hirtelen kíváncsi tettél. Fúj! Remélem azért nem nyaltad meg a kísérletet. Azonban be kell vallanom, hogy hirtelen kíváncsivá tettél az ízére. Ú, ez valami pervers pillanat. Én nem emlékszem, abban biztos vagyok, hogy itt éltem, mert a helyismerősnek hadd, de olyan, mint egy álom, és egyszerűen nem jut az eszembe. Nem emlékszem semmire?
A húgomra igen, utána kutattam, de ha nem élesen emlékszem, talán spanyolok előbb bolykál, mert inkább tűnnek állatoknak, mint sem embereknek. Spanyolok. Ébredésem óta az erdőben rajta kívül senkivel sem találkoztam, biztosítatnak, hogy itt nincsenek spanyolok, legalábbis többé. Eléggé valaminek hatotta, egyikünk nem, annak látja a világot, ami. Akkor igazán remélem, hogy te vagy, mert én egyáltalán nem kívánom ezeket látni, különben is mit akarhatott a kísértet tőled, a feleség után kutat. Segítenék neked megtalálni őt, de nehéz egy láthatatlan valamit követni, és a húgomat is meg kell találnom. Szólj nekem, ha találkoznál vele, ikrek vagyunk, szóval könnyű őt felismerni, hát köszönöm szépen. Hol találok, ha új híreket tudok meg? Egyelőre maradjunk ebben az erdőben. Szeretnék tudni a kísértett felesége utáni kutatásod eredményéről is. Aggódok, hogy mi történhetett vele, ám legyen. A hallgatózás elvezet érdekes területekre. Az átlagos világban és más világban egyaránt különböző helyszínekre bukkansz, ezért ne felejts el mindkettőben hallgatózni. Hallgatózás X. Hello! Hát srácok! És lányok! Én nem tudom, ez micsoda... Igazából... Hol van itt a bucskos izé? Eltűnt? Nem vagyok annyi van. Hangok kicsit furik. Hol hangosak, hol túl halkak. Tudunk ingyen ilyet szerezni ezáltal. Nézzük, működik-e. Működik. Ez működik. Hallgatózás. Beszélgetés. Jönne pe! Pillanat, csak körbenézek főnök, aztán jövök vissza főnök! Valami van. Azon gondolkozom, hogy nem bebugolt, hogy a harag nálam volt, és azért nem bírtam kiásni a cuccit. Valami pörköltő. Nem? Nem. Úgy tűnik, elestek valamit, de a falon túl köves ahhoz, hogy csupán köves kanállal kiásolj. Szivat? Azért nem bírtam kiásni. Nem figyeltem a szöveget, azt hittem, hogy jön a spamelni. Hát akkor ezt nem fogok nyerni abban a témában, sajnos. Akkor azt se tudjuk kiásni. Igen. Hallottozunk kicsit? Hogy sírok vannak kívül. Hát csak most hogy érdemes közlekedni? Sötétbe, világosba? Mert gondolom, hogy csak ezzel tudok átváltani a szituációra. Körbenézünk, hát van még itt valami, de nincs. Viszunk, az fontos az írás, a megfelelő vízpótlás gyereke. Jó, nincs itt semmi más. A szemet, fület összemartunk. Igazából. És akkor estébe tök ugye. Még fura. Jó, van srácok, viszont szerintem ennyi, egyrészt meg bőven elég. Eléggé érdekes dolog ez a játék, azt kell mondjam. Túlvilág, evilág, spanyolok, nem spanyolok, jó bőrcsaj, nem jó bőrcsaj. De már ilyen? Nincs egy... Innen fogom folytatni majd srácok ezt a játékot, valamit. Kíváncsiak, hogy ott van a csaj, azt megnézzük. Ha tetszett, dobjatok egy lájkot, ha szeretnétek infót kapni, mikor teszek fel újabb videót, vagy még nincs itt a csaj. Vagy mikor live-ozok, akkor pedig iratkozzatok fel a csatornámra, ha nem szeretnének lemaradni. És nem itt volt a temető, hanem a túloldalon. Mindegy, itt bent fogok menteni, és akkor innen fogom folytatni. Ha kap elég lájkot, érdeklődést, akkor folytatom, ha nem, akkor csak egy kevcsináló. Én rejtett láda, és elértem egy teljesítményt. Jó, azti! Ti deden voltam, további kellemes napot nektek. Érdekes ez a játék. Sziasztok!